Mai vendégem Gerencsér Barnabás lesz, a TEKA, azaz Terézváros közrendjéért és közbiztonságáért közalapítvány elnöke. Beszélgetünk majd a TEKA és az önkormányzat, illetve a TEKA és a rendőrség együttműködéséről. Ezt követik majd Terézváros közérdekű felhívásai és kulturális programjai. Ezek után a Nagy Körút műsorunkat láthatják. Első témánk a 19. Coca-Cola testébresztő női futóverseny, melynek egyrészt Terézváros is helyszínt biztosított két nagyszerű versenyző hölgy lesz a vendégen itt a stúdióban. Majd Bódi Csillával, a Bajza utcai általános iskola igazgatónőjével és két tanítványával beszélgetek, többek között a tanévzáró gáláról, melyet az 5 rendeztek meg a bajzagyűrű átadásról és a kazinci díjról is. Ezek után láthatják Terézvárosi arcokat bemutató sorozatunk legújabb részét. Bódi Jenő hegedűművész zenekarvezető lesz a vendégem, aki családjával együtt több mint 30 éve él Terézvárosban. És adásunk végén természetesen megismételjük Terézváros elmúlt hetének legfontosabb eseményeit, híreit. Remélem velem tartanak. És mint említettem, önkormányzati perceink vendége a mai alkalommal, Gerencsér András, a TEKA elnöke. Jó estét kívánok! Nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Nagy vonalakban, mint azt a felkonferálásban is mondtam, a TEKA és az önkormányzat, illetve a TEKA és a rendőrség együttműködéséről, amely ö, harmonikusnak tekinthető. Jók az információim, ugye? Így van. Jó estét kívánok én is, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Harmonikus a rendőrséggel az együttműködésünk. Novemberben beiktatták az új kapitányunkat is, és ez nem változott a beiktatással. Korábban is már együtt tudtunk az előző kapitányjal működni. Azóta talán még jobb lett a közbiztonság a kerületben, ez sok mindennek köszönhető. Többek között az önök, az önök munkájának is gondolom. Van nekem is egy kis puskám, önnek is egy kis puskája, mert nagyon sok minden történt. Tehát például, ha ö, együttműködésről beszélünk, akkor a, az egy nagyon fontos dolog, és beszélgettünk már előtte a stúdióban, hogy az önkormányzat megalapította a Szent György díjat. És akkor egy bábáskodtak a díj környékén, vagy az átadás környékén volt munkájuk vele? Mi segítettünk már csak azért is, mert a Szent György díj átadásánál egyébként a TEKA jutalmazott rendőröket is korábbiakban csak decemberben volt egy ilyen jutalmazás, viszont a kerület új rendőrkapitányának javaslatára azt a jutalmazást ketté vettük, elosztottuk kettővel, és így áprilisban is a rendőrnapon, vagy a rendőrnapa a közeleső napon átadjuk ezeket a jutalmakat, illetve ekkor került sor a Szent Györgyi átadására is. Maradjunk még a rendőrségnél, mielőtt elkezdenénk az önkormányzat és a TECA együttműködéséről beszélgetni. Az én ö, ö, adataim alapján, amit ö, kaptam, meglehetősen na nagy mértékben csökkent az elkövetett bűncselekmények száma. Így van, a rendőrségi beszámolóból ö, vannak ezek az adatok, csak nem egy harmadával csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Ezt a rendőrségi beszámolót egyébként az önkormányzat valamennyi képviselője elfogadta. Köszönhető ez többek között annak is, hogy a rendőr jelenlét egészen pontosan 1700 órával nőtt? Egészen biztos, hogy ennek is köszönhető, illetve köszönhető még sok más egyéb dolognak is. Például az önkormányzat ö, ö, üzembe helyezett egy terézvárosi járőr felirattal ellátott autót. Ez egyébként a TEKA tulajdonában lévő autó. Ebben az autóban egy rendőr és egy közterületfelügyelő járőröz csütörtök, péntek, szombat esténként, lényegében a bulisabb napokon, Igen. nagymező utcán és a nagymező utcán összekötő a Tehát akkor fogalmazhatjuk, hogy az elképzelésük az, az valóra vált, illetve bejött, ilyen puritán módon fogalmazva, hogy minél inkább nő a, a rendőri jelenlét az utcákon, annál inkább csökken az elkövetett, elkövetett, elkövetett bűncselekmények száma. Igen, preventív jellege van úgy gondolom a rendőri jelenlétnek, ebben a rendőrkapitányú partner természetesen, sokkal több a rendőr az köztelőrtéke. És akkor most nézzük azt, hogy mennyiben partner az önkormányzat, illetve a TECA mennyiben tudja segíteni az önkormányzat munkáját. Itt ezek természetesen másfajta együttműködések, amik tulajdonképpen szinte az összes, amiről beszélgetni fogunk, az mind pályázati alapon működik. Talán először kezdjük a kapufigyelő rendszer kiépítésével. Igen, tavaly ősszel írta ki először a kapufigyelő rendszer kiépítésére a pályázatát az önkormányzat Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága. Akkor, tehát tavaly ősszel öt darab pályázat érkezett összesen az önkormányzathoz. Ebből kettő volt érvényes. Ennek a fő okát abban láttuk, hogy sajnos, vagy nem sajnos, de van egy ilyen jogszabályi kritérium, egy ilyen Apu figyelő rendszer kiépítésének, hogy a társasház uh, tulajdoni hányadának, a kétharmadának a hozzájárulása szükséges ehhez. Uhum. Ezt azt hiszem a kerületben lévő társasházakban nehezebb összegyűjteni, hiszen sok a bérlő, Hát ilyenkor meg kell keresni a, azt a tulajdonost, aki albérletbe adja Így az ingatlan, van. és az ő beleegyezése szükséges. és írásos beleegyezés? Írásos, persze, az SMS-nek tartalmaznia kell, uh -huh. tehát a társaság SMS-ének tartalmaznia kell ezt a Tehát akkor ez mondjuk rendszert. szimplán csak nagy munka, de nem kivitelezhetetlen. Nem, ez abból is látszik, hogy idén már több hónapot is hagytunk, hagyott a bizottság talán a pályázatok beérkezésének, de tíz darab pályázat érkezett. Mivel a TECA végzi egyébként a pályázatok elbírálásának előmunkálatait, ezért azt tudom mondani, hogy szinte valamennyi pályázat érvényes volt már. Ö, hogyan oszlanak meg itt a százalékos arányok? Tehát ez milyen volumenű támogatás? Ö, a támogatás összege az a pályázati kírás 50%-a lehet. Pályázati költségvetés 50%-a lehet, maximum 150 ezer forint. Azt tudni kell, hogy egy ilyen kapufigyelő rendszer kiépítése körülbelül 300 ezer forintba kerül. Hmm. Egy ki és egy 000 forgalmat figyelő kamera, ezer. illetve az ahhoz szükséges felszerelések. Tehát, hogyha a, a két kétharmad beleegyezése megvan, akkor a háznak magának kell fizetni körülbelül 150 ezer forintot, és 150 ezer forintot kaphatnak támogatásként ajándékba. Így van. Jogszerűség, ilyenkor ez felmerül, hogy ez a, ez a megfigyelés, de hogyan lehet ezt jogszerűen csinálni? Ahogy már említettem, ha a társasház kétharmada hozzájárul, akkor ez onnantól jogszerű. Tehát nincsenek ilyenek, hogy valaki azt mondhatja, hogy, hogy bemegy egy házba, és azt mondhatja, hogy akkor ezt nem szeretné, mert nem szeretné ha megtudnák, hogy itt járt. vagy. Nem tudom, lehetnek ennek ilyen jogi lépései később? Vagy nem, el kell fogadnia, hogy lehetne. ez van? Így van. És akkor eldönti, hogy megy vagy nem, nem megy. 13-ban voltak ö, ö, már érvényes pályázatok, és akkor most van 10, ugye? Hogyha ezt ügyesen számoltuk ki. Melyik bizottság dönt? Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt ezekről a pályázatokról, ez a bizottság is írja ki. Tehát a pályázati kiírást is ősze írja mm. ki. És aztán lehet pályázni hebederzárakra. Valóban az idei évtől, talán már júniustól lehet pályázni. Hevederzárak felszerelésére, ez viszont már szociális alapon lesz elbírálva. Ennek a feltételeit majd a bizottság dolgozza ki, de valószínűleg júniustól ez a pályázat már kiírása kerül. Erről tudni kell, hogy 5000 forintos önrészsel pályázhatnak a kerületi lakások tulajdonosai. Ez az 5000 forint nagyjából egy ilyen Hevederzár árának a 15-20 százaléka. Hát igen, mert kb. 40 körül lehet egy ilyen normál piaci áron akkor ezt a lakó vagy tulajdonos pályázhatja meg. Így van. Itt is a, a Környezetvédelmi Bizottság dönt, illetve a Városzegazdasági mm -hmm. és Környezetvédelmi Bizottság. És azt említette elnök úr, hogy szociális alapon ez mit jelent? Ezt a bizottság ebben az írja ki, ebben az esetben minden egyes szociális alapon kiírt pályázatnak szinte más a feltétele. Hasonlóak, de van, amelyik a nyugdíj, Mértékéhez igazítja, más az egyfőre első jövedelemhez igazítja, tehát ezt a bizottság fogja eldönteni júniusban. Tehát ö, érdemes, nagyon leegyszerűsítve fogalmazok. Érdemes például nyugdíjasoknak, egyedülélőknek, vagy több gyermekes családoknak pályázni, mert ott lehet majd az az összeg gondolom, ami indokoltá teszi, hogy ezen a pályázaton nyerhessenek. Például. Én is azt gondolom, hát igen. aki van egy házaspár és 150 ezer forint fölött keresnek mind a ketten, akkor nem is érdemes pályázni magyarul. Beadhatják, de tehát ez attól függ, mm. hogy a szociál vagy a bizottság hogyan bírálja. El. Erre mekkora kerette van az önkormányzatnak? Hát erről pontos adatok nincsen, nem, nem mm. tudom. Az önkormányzat uh, jó pár millió forintot elkülönített erre a, erre a három pályázatra egyébként, mert hogy lesz majd egy szénmonoxid érzékelős mm. pályázat is. Ennek a keretéig minden évben. Tehát kéri, pontosan egyébként. nem tudja, elnök úr, de több millióról beszélhetünk Ingy mindenféleképpen. És nézzük ezt a szénmon, szénmonoxid érzékelő berendezést. Ezt viszont természetben kapják meg, a, de szintén pályázni kell? Szintén pályázni kell, és szintén szociális alapon fogja mm -hmm. elbírálni a bizottság. Valószínűleg egy cég termékét, vagy talán kettő cég olyan van, aki erre, akinek a készülékét még a fogyasztóvédelem is alkalmasnak találta arra, hogy minden mm -hmm. esetben. Érzékeli, ezt szerettem volna, ez lett volna a következő kérdésem, hogy ebben az esetben nyilván egy kicsit másként működik a rendszer, mint a, a Hevedelzárnál, mert itt tényleg utána kell nézni annak a cégnek, akitől megrendeli az önkormányzat. Tehát, hogy a fogyasztóvédelem például, hogy említette, az bemérte, minősítette, és akkor gondolom ezer kritérium van még. Igen, ezer kritérium van, ezt talán egy hónappal ezelőtt vizsgálta egyébként a fogyasztóvédelem, a különböző cégeket, azt hiszem 10 darab céget, és 10 cégből kettőnek találta egyébként minden esetben alkalmasnak. 10-ből kettő? Igen. Hát ez nem egy jó arány. Nem. Hát ezért kell körültekintőnek lenni. Ezért is talán azok a 2-3-4 ezer forintos készülékek, ahol amiket mindenféle szupermarketben találunk, nem biztos, hogy a legalkalmasabbak. Ebben én egészen biztos vagyok. Tehát akkor ez kettős pályáztatás, mert egyrészt az önkormányzat pályáztatni fogja mondjuk a két céget, vagy lehet, hogy lesz még egy harmadik, vagy egy negyedik. Bár. Tehát ott lesz majd egy eredményhirdetés, és ugye a, a tulajdonosok, bérlők pedig pályáznak, és akkor azt is el kell bírálni. Azt gondolom, hogy ez így lesz. Igen. Mikorra várható, hogy ez, ezeknek eredményei lesznek? Tehát mikortól él a pályázati lehetőség? Heveder -záras pályázatot nagy valószínűség szerint június elején már kírja az említett bizottság. Nem tudom, hogy hány hónap határidőt szab a beérkezésének, úgy gondolom egy vagy két hónapot. Uh -huh. Ezt követően ezek a hevederzárak felszerelésre kerülnek. Már ősszel úgy gondolom, de legkésőbb télen már ezek a hevederzárak a lakásokat védik. Viszont a szénmonoxid érzékelő azt gondolom, hogy azért őszig csak befejeződik, Mindenképp. mert új logikus, hogy a fűtési szezon előtt már a falon legyen. Egyébként ezek milyenek? Látott már ilyet? Falra kell szerelni? Vagy Persze, elektromosan működik? az falra szerelhető, uh -huh. igen. És elektromosan, <laughs> illetve elem is működő készülékek vannak. Mert csak azért, mert hogyha elektromos árammal működik, akkor ugye megfelelő helyre kell tenni, ezt csak laikusként gondolom, akkor de ki kell építeni egy konnektort, vagy egy hosszabbítós rendszert, vagy valami ilyesmi. Nem, <laughs> nem ön fogja felszeredni, csak így elkalandoztam, hogy ez gyakorlatban hogy néz ki. Tehát akkor ezt várhatjuk, hogy őszig, tehát a pályázatok kiírása kerülnek, őszig a egészen biztos, hogy elírása kerül mindenki. És akkor maradt még egy egészen érdekes dolog, ha nem beszéltük volna meg a témákat, akkor is eszembe jutott volna. Sikeres munkájukhoz nyilván kell, hogy nagyon jó ápolt együttműködés legyen, vagy valósuljon meg a polgárőrség és a TEKA között. Na itt aztán vannak szálak, gondolom. Vannak szálak. Most köt együttműködési megállapodást egyébként az önkormányzat egy szomszédos kerület, de azt hiszem mondhatom Erzsébetváros polgárőrségével. Ö, ők vállalták azt, hogy rendszeresen, tehát heti rendszerességgel lesznek a közterülete, közterületeinken, Terézvárosi csoportjukkal. Ö, van a hatodik kerületben két polgárőr szervezet, ők talán kapacitásukból adódóan, de kevésbé tudnak részt venni a kerület közbiztonságának fenntartásában igyekeznek ők is, velük volt eddig kapcsolatban a TEKA, továbbra is szeretnénk velük kapcsolatban lenni, de hát természetesen amennyiben ők aktívabban részt vesznek a kerület közbiztonságának fenntartásában, akkor a TEKA olyan mértékben fogja őket támogatni. Kettő maradt régebben volt, vagy négy-öt? Erre én nem emlékszem, azt tudom, hogy most már két éve kettő polgárőrségről beszélhetünk Terézvárosban. És akkor ez azt jelenti, hogy a kapacitás hiány, hogy kevesebben vannak, illetve a támogatás, és nem tudom, támogatás az például ebben az esetben hogy van? Egy autónak a fenntartását tudják-e támogatni, vagy mi az, amiben önök tudnak segíteni egy polgárőr egyesületen? Civil egyes szervezetekről szervezet. beszélünk, ezért egy civil szervezet saját magát is fenn kell, hogy Tehát Természetesen nem lehet elvárás, hogy egy polgárőrség minden esetben ingyen és saját zsebből dolgozzon. Ha dolgoznak, akkor kapnak támogatást, például egy autót is kaptak hmm. az elmúlt időszakban, jó pár évig használták is, amikor kimentek a köztörlőtre. És ez valamilyen megbeszélés alapján működik, vagy nekik, vagy egy szerződés alapján? Együttműködési megállapodás. Megállapodás. Keretében Tehát, hogy mit tudom, hetente hányszor, milyen időben, hol kell járőrözni, vagy körülnézni. Igen, és hát az önkormányzat <laughs> azért is az Erzsébet városi polgárőrséggel köt együttműködést, mert ők számszerűen vállaltak a jelenlétet, sokkal nagyobbat. Tehát mindig mint ugyanabban az időben? Hanem is mindig ugyanabban az időben, egy átlagot számolva, 70 órát, és, uh -huh. és azt hiszem, ha jól emlékszem, 8 főt írtunk az együttműködési megállapodásba, ezt ők minimumként vállalták, tehát ennél sokkal többet is tudnak ők. Azt És persze ők el tudják dönteni, hiszen ebben már profik, hogy mikor érdemes, nem? Vagy ez, ez, ez is le van ö, fektetve? Hát, azt tetszett ez... te említeni, hogy 70 óra, akkor gondolom, hogy a, a polgárőrség vagy az Egyesület elnöke, vagy stratégiai vezetője dönti el, hogy most hajnal kettő, vagy évfél, vagy 11 óra. Ez ennél szabályozottabb, szabályozottabb. a úr, kapitánysággal is hát a rendőrkapitány úrral vannak aktívak kapcsolatban. Minden héten lesz egy megbeszélés, ahol elmondják, hogy ők ezen, ezen és ezen a napon tudnak ekkor és ekkor kint lenni, ezt a rendőrökkel együtt fogják végezni ugyanúgy a szolgálatot egyébként. Mert hogy egyébként, hogyha valamit tapasztalnak, akkor azonnal is tudnak intézkedni, ugye, ugye jól gondolomjuk az információk, de azért uh, rendőrséget riasztani kell, vagy hívni kell, mert vannak olyan dolgok, amiben egy polgárőr nem illeti. Természetesen is. ezért is szükséges, hogy a rendőrökkel együtt dolgozzanak. Uh -huh. És akkor ezt képzeljük el úgy, hogy a polgárőrök saját maguk is dolgoznak, és hogyha valami baj van, akkor hívják a rendőrséget, vagy minden esetben egy rendőr uh, van velük is is. Tehát van olyan, amikor két polgárőr járőröz, van olyan, amikor egy rendőr, egy polgárőr. Hát jó munkát nekik az önök segítségével. És, és akkor menjünk egy kicsit a gyerekek felé. Hagyomány, hogy a Derkovics Gyula általános iskolában egy ilyen kerékpár rendeznek minden évben. Ennek mindig nagy sikere van. Én többször forgattam kint ezeken az eseményeken. Ez lesz idén is. Ez volt? Vagy már volt is? Így van, az imént a híradóban már egyébként Mert egy beszámoló Mert közben volt mi beszélgettünk, van. és nem néztem meg a híradót. Ez most volt két hete pénteken, Derkovics általános iskolában. Ez hagyományosan mindig hagyományosan a sportpályán így rendezik. Így van, most a Fővár uh, Buda, BRFK közrendvédelmi főosztályáról érkezett két rendőr, felállítottak egy, egy egész nagy focipályányi uh, pályát. pályát. <laughs> És ezen versenyezhettek a diákok, alsó és felső tagozatos korcsoportban csak nem 50 gyermek vett részt egyébként rajta. Akkor ez jónak mondható? Ég Tehát, ég. ha 50 gyermeket érdekelt, akkor mi a jutalom? A jutalom egy csoki volt, illetve különböző tárgyi eszközöket kaptak a közrendvédelmi kollégáktól. Mint például a Jaguar mint például... Igen, nem egészen. <hállt> <hállt> Bevásárló szatyor volt egyébként, kerékpár, lámpa, és különböző dolgokból válogathattak, illetve hát mindenki, aki nyert, első, második, harmadik helyezettek, kaptak egy-egy érmet és egy emléklapot. És ezeket önök biztosították, Én gondolom. Van. És biztosítanak, ha már gyerekekről beszélünk, idén is Balatonföldváron nyaralást, méghozzá 60 nebuló mehet önökkel és a kísérő tanárokkal de ez olyan nyaralás, ami tulajdonképpen speciális is, mert oktatással egybekötött, illetve figyelemfelkeltők is, előadások és speciális kirándulások. Ez volt a jellemző, gondolom, ez marad ebben az évben is. Hanyományosan marad ez már. Tavaly 40 gyermeket vittünk Balatonföldvárra, ez egy új helyszín, korábban csopakon, csopakon volt. volt. igen. Most találtunk egy újabbat, kedvezőbbet, ez ugyanúgy ingyenes a gyermekeknek, Üm, tematikus napok vannak, van rendőrnap, van katasztrófavédelmis nap, van sportversenyes nap, illetve volt egy nap, amikor vitorláztunk egy picit. Az, az nagyszerű. Egyébként régebben volt média nap is. Azt tudom, mert én is tartottam előadást, és talán még Müller D. a kolléganőm is volt lent forgatni, és akkor arról beszéltünk, hogy milyen hírt hogyan kell közölni. Akár bűncselekményt próbálunk boncolgatni, tehát mik azok a jogi háttereim, amiket be kell tartani, ami oda kell figyelni, és egyébként ezer téma van, sőt, még olyat is csináltunk, az az én gyerekem volt ötletem, és ötletem, esetleg gondolják át, hogy riportokat készítettünk a gyerekekkel, ez volt a, ez volt a feladat, hogy itt van egy esemény, elmondtuk, hogy ezt hogy kell csinálni, és ők csinálták a riportokat, nagyon élvezték. Az idei évi program még szervezés alatt, úgyhogy nagy szeretettel várjuk Cs Önöket. Csak egy ötlet. Ö Csopak nagyszerű hely volt. Azt ismertem, többször voltam lent, amikor önök táboroztak. Földvár, akkor ezek szerint jobb, mint csopak, hogyha, no. hogyha váltottak? Nagyszerű helynek gondolnám. A Balaton az 5 méter távolságban van a, hát, az üdülőtől. Ezt csopak nem tudta, igen, igen ezt csopak nem tudta. Sajás strandal vagyunk ellátva, ha ezt mondhatom. Azt sem. Azt sem egy, <laughs> igen. Hát egy rá, közös stra és strand Nagyon van meleg van, csobban. csobbanunk egyet. Uh -huh és hát a zára is kedvező. Vitorlázást hogy tudják megoldani? Hát azért 60 gyerek és egyszerre? Tehát akkor az vagy, vagy több kanyarban, mert egy legnagyobb vitorlásra sem fér föl, szerintem 12-nél több. Hát ez egy inkább hajó volt, mint vitorlás, de felfért rá 25 gyermek, úgyhogy két körben. Két csináltuk Tavaly most valószínűleg három, három kör, kör lesz. Hát jobban el fognak férni a gyerekek. Igen. Ö, hogy néz ki ez a tábor? Bár a törzs nézőink már egy-két beszámolót láthattak róla, tehát egy hetes idén is, ugye? Vagy most már tíz napon? Hat, napos, éjszaka. hat éjszaka. Vasárnap estétől, délutántól, szombat délelőttig. Tehát akkor programok, szabadidős programok. Szabadidős programok, mit csinálhatnak a gyerekek? Mert a szakmai programokról egy kicsit már beszéltünk. Lefoglalja őket akarnak? a szakmai program egyébként, mert Például a rendőrnap az gyakorlatilag egész napos volt. Tehát délelőtt 10-től délután fél ötig tartottak különböző programokat a gyermekeknek, volt kerékpáros verseny ugyanúgy, ismerkedhettek a rendőr felszereléseivel, volt egy quiz illetve hát egy vegyvédelmi is új lenyomatos része hát is volt a programnak. Gondolom, nagyon élvezték. Nagyon élvezték. Ez lefoglalja őket, úgyhogy nem nagyon kell plusz programokat még szervezni nekik egyébként szabad időben. A jelentkezés azt gondolom az intézményekkel összhangban vagy együttműködés alapján történik. Kerületi általános iskolákból érkeznek a gyermekek. Rábízunk egyébként az intézményvezetőkre, hogy mely gyerekeket küldik. Ö, kor, Attól? Tehát attól? 8-13 éves korig, mm -hmm. de hát volt már 7 éves is, és 14 éves is. Na, hát akkor ez elég elasztikus, Igen. ha lehet így fogalmazni, hogy megnyugodjanak a szülők, de ezt egyébként úgy is elmondják, az étkezésre odafigyelnek. Abszolút odafigyelünk, bámulatos a, a az, az étkezés, étvárnyug. a gyermekek étvágya is, illetve a hely konyhája is. Tehát reggel hideg tálat kapnak a gyermekek, de délben is este már meleg várja őket, és hát bámulattal néztem, amikor a nekem nem kedvencem, de a gyermekek a tökfőzelékért repetályi sorba álltak. Na, hát ez lehet, hogy azért, mert nyár volt és jól érezték magukat, de többek között a tökfőzelék nem szokott a kedvenceik közé tartozni. Tehát bőséges az elhetes Abszett. reggeli ebéd, vacsora, vagy van még uzsonna is? Ha igénylik van, de Igen, nem volt rá példa. Hát Egy-két a... gyümölcs, szelet ilyenek, mindig akkor van. Akkor az adag, és tej, természetesen megfelelő minőségű Abszett. felügyelők, illetve nevelők vannak a gyermekekkel. Tanárnők is, és gyakorlott. Táborozók. Hát lehet, hogy erről fogunk még majd beszélgetni. Minden esetre, ha addig nem találkoznak, akkor nagyon jó üdülést mind a hatvan gyereknek. És köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm Remélem, szépen. hamarosan ismét találkozunk, és akkor is csak jó dolgokról beszélgetünk majd. Kedves nézőink, most kö következnek Terézváros közérdekű felhívásai és programjai, majd Nagykörű című műsorunk jelentkezik. Remélem, továbbra is velünk tartanak.